Vendégem a zenekarból Kiki és Robi, sziasztok fiúk! Szia! Sziasztok. Üdvözlünk mindenkit! Igazán jó zúztatok az elmúlt pár percben, nagyon tetszik a dal, tényleg. Köszönjük, úgy felpörgettétek a hétfő esténket. Kiki, téged már láthatott a közönség a dalversenyén idén, egy másik formációban, de mégis most miért jelentkeztetek ezzel a zenekarral? Mi volt a célotok ezzel leginkább? Nekünk pont ősszel jelent meg a második nagylemezünk, ez volt az első magyar nyelvű nagylemez, Zuhanás címmel, és ezzel a címadó dallal jelentkeztünk. Én úgy gondolom, hogy ez a dal, ami legjobban lefedi a zenekart, mind stílusilag, mind gondolatvilágban, és ezért úgy gondoltuk, hogy ez a dal a legjobb, amit beküldhetünk a dalba. Robi? Én csak annyit akartam hozzáfőzni, hogy lényegében az utolsó volt egyébként, az utolsó között volt ez a dal, ami elkészült, úgyhogy tényleg csak befutott a cél egyenesben, és az utolsó pillanatban neveztünk vele. Amikor elsőre meghallgatjuk, akkor nem tűnik túl pozitívnak, viszont hogyha figyelünk a szövegre, akkor a végére azért kifut, hogy mégiscsak pozitív a vége, de mégis mit szeretnétek ezzel átadni leginkább? Igen, én inkább motiválónak mondanám különben ezt a dalt, legalábbis számunkra nagyon motiváló. Most már 6 éve vagyunk együtt így, mint zenekar, és ez idő alatt szerencsére sok pozitív dolog is történt velünk, de azért volt egy jó pár negatív dolog, amit így tudnánk sorolni, de mindegyikből valahogy nyertesként tudtunk kijönni, és én úgy gondolom, hogy ez a dal ez abszolút erről szól, hogy bármennyire is zuhan az ember, mindig fogott lent találni valamit, amit meg tud fogni és fel tud hozni magával. Meséltek a klipről, az is nagyon látványos lett, igazi zúzás van ott is. Hogyha jól tudom, akkor egy szabaduló szobában is forgattatok. Mi volt ott a koncepció, vagy hogyan állt össze a fejetekben a klip? Ez egy komplexebb történet volt, mivel ugye mondtuk is, hogy általában ezt a lemezt úgy raktuk össze, hogy a dalok a dalok korábban már megjelentek. Tehát sorra jelent meg több dal, így a 2018-tól kezdve, és minden klipünket, illetve minden dalunkat az klip formájában adunk ki, vagy dalsz vagy videó formájában, mert tudtuk, hogy ez lesz a címadó dal, szerettük volna ezt az egészet egy klipen belül lezárni, és összefoglalni a korábbiakkal együtt. Ezért ha megnézed, rengeteg olyan jelenet van benne, és rengeteg olyan momentum, ami a régi klippekre is, meg a régi dalokra is visszagondol, visszafest, ha van ilyen szó. Az a szerencsés helyzet, hogy mindannyian ki tudjuk venni azért szépen a részünket a zenekarból. Én stúdiózással foglalkozom, úgyhogy a hangrészét én szoktam felvenni. Robiék azok videoklip készítéssel foglalkoznak, úgyhogy szóval abszolút egy ilyen... Végül is nagyon sok 90%-ban igen. A dalnak az egyik feltétele, hogy akusztikus verzióban is elő kell adni a dalt. Szerintem azért egy metal zenekarnak azért ez egy nagy falat, hogy akusztikus verzióban itt áthangszerelni meg minden, de mégis számotokra ez milyen feladat volt? Vagy kaptatok egy ilyen új világot? Megnyílt előttetek egy új világ? Mi csináltunk már különben akusztikus verziót másik dalunkból is, de itt teljesen más oldalról akartuk ezt megközelíteni, mint ahogy eddig csináltuk. Nem akartunk átmenni ilyen nagy zenekaros, csellós, verziót igen, belőle. Igen, mert azok nem mi lettünk volna, úgyhogy mi ilyen nagyon nyersen, tábortüzezős inkább megragadni. Bunkó, kettő gitár, ének, ja, nem is egyszerűsége, tényleg nem akartuk túlbonyítani a dolgot. Azt szerettük volna, hogy ugyanúgy megmaradjon a dalnak a struktúrája, megmaradjon az egésznek a hangulata. Nyilván egy kicsit finomabb verzióban, mint az eredeti, de muszáj volt meghagyni az eredeti verziót, és nem akartuk elművészkedni, elszimfonikus. Igen, én akusztikus rock lett belőle, én úgy gondolom. Nagyon kíváncsian várom. Tavaly voltatok 5 évesek, de mégis mi minden változott az elmúlt 5 évben? Ti miben változtatok például? Nekem fáj a hátam például most már így, hogy telnek ki az élek. Kiállgatszerre nem tudom mit mondani, sajnálom. Igen, hogy mi változott? Ez nagyon nehéz, szerintem ez nagyon nehéz így egy mondaton belül megragadni, folyamatosan változunk igazából, szóval, hogy ezt a zenekart mióta csináljuk most már ugye 6 éve,
minden nap tanulunk valami újat, illetve próbáljuk folyamatosan fejleszteni magunkat. Tényleg minden területen, mert a zenélésnek lényegében, amit most is csinálunk, szerintem a 20%-át teszi ki maximum a tényleges zenélés, amellett, hogy igyekszünk, hogy minél több videóklipek, minél jobb látványt csináljunk, minél jobb vizuálokat, akkor közben olyan dolgokat tanultunk, hogy marketingelni tanultunk meg a semmiből. A hangot is, mert az ember nagy részben magára számíthat, és nagyon szerencsés, hogyha van egy pár ember mellette, aki még segít hozzátenni. Úgyhogy mi amúgy igazán szerencsések vagyunk, én úgy gondolom ebben a helyzetben. Nem tudjuk ezt így összefoglalni, hogy miben változtunk, meg sok mindenben, és változunk is folyamatosan. Illetve addig jó, amíg változunk. Csak a metál szerintem... szívörök. Így van. A zsűriben 4 szakmailag elismert zenész ül, de mégis kinek a véleményére vagytok a legkíváncsibbak? Gondolom, hogy Feró lesz a befutó? Mit vártok Ferótól amúgy? Szerintetek hogy fog majd ő reagálni a dalra? Ezt most így nyilván nem tudjuk megmondani. Mi örülnénk, hogyha mindenkinek tetszene, és ugye például a Phoenix-ért és kommentek alatt én olvastam olyanokat, hogy csak ez a démoni üvöltés nem kéne, amúgy a dalamok tök szépek. És én reménykedek benne, hogy a zsűri is, meg a közönség is át tud különben ezen látni, és észreveszik igazából, hogy magának a mi művészetünknek az egyik ilyen kis része és fontos része igazából ez a kiabálás és ez az üvöltés. Ez megmutatja a dinamikai részt, meg kihangsúlyozza a bizonyos szövegeket. Úgyhogy én remélem, hogy a zsűri ezt észre fogja venni. Feróba bízok amúgy. Hát Feró, lesz zúzás. Nyugtassatok meg, hogy csak is zúzás lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Köszönjük szépen.